Szinte teljes a foglalkoztatottság a megyében már hónapok óta. Ez derül ki a kormányhivatal hivatalos közleményéből. Júliusban minimálisan ugyan nőtt a munkanélküliség Győr-Moson-Sopronban, ahol a hetedik hónapban 4639-en voltak állás nélkül. Ez 102 fős bővülést jelent, ami a júniusi 2,1%-hoz képest 2,2%-os munkanélküliségi rátát eredményezett a megyében. Ez még mindig messze a legalacsonyabb az országban. Iskolai végzettség szempontjából az álláskeresők nagy része, több mint 60%-a középfokú végzettségű, és mindössze 11,2%-nak van diplomája. Ebből jól látszik, hogy szinte minden felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal majdnem azonnal el is tud helyezkedni a megyében, szemben jó néhány másik hazai régióval. A jobb foglalkoztatási helyzetnek köszönhetően a képzetlenek aránya már régóta a legalacsonyabb az országban, ami szintén kedvező adat. Júliusban 4064 szabad álláshely volt a megyében, ennek majdnem felét be is tudták tölteni a munkaadók. Az állásajánlatok több mint 20%-a a feldolgozóiparból érkezett, azon belül a járműgyártás pörgött leginkább az Audi Hungária beruházásának köszönhetően. A legkeresettebb szakmák a gépkocsi vezető, a targoncás, a pék, a szakács, az eladó és a takarító voltak júliusban. Ezekből már hónapok óta egyre nagyobb hiány van a megyében.